Na szervusztok gyerekeket, ez egy nagyon-nagyon kis rövid videó lesz. Itt vagyunk Filatori Gát nevezetű H5-ös hév megállójánál, ugye ez a Szentendrei vonal. Ugye két hév jár itt, tulajdonképpen mind a kettő ugye H5-ös számmal, de ugye az egyik csak a Békásmegyerig megy, a másik pedig ugye kimegy Szentendre, és itt vagyunk egy ilyen célzajos retro megállónál. Szóval szélzajos, ne haragudjatok, de nagyon-nagyon klassz retro kialakítású megálló. Nem tudom, hogy a túloldalon is ilyen volt-e, és ott megszüntették, mert ugye a túloldalon most az a séma van tulajdonképpen. Így itt van, konkrétan ott van. Úgyhogy ez a totál séma igazából, semmi kreativitás nincs benne. Ebben viszont van, bár én azt gondolom, hogy az ülések azok nem a legkényelmesebbek, de mindentől függetlenül nekem nagyon tetszik. És közben egyébként akkor már ott érkezik egy szerelvény, ami halad. Fogalmam nincs, hogy hova, mert hogy még nem látom. Még nagyon messze van. De azt hiszem csak Békásmegyeri. Tévedtem. Szentendrére megy. És hát lehet, hogy a vidéki nézőimnek, mert hogy a pestieknek semmiképpen, vagy a budapestieknek semmiképpen nem fogok semmi újat mutatni ezzel, de a vidékieknek lehet, hogy igen, vagy akik nem annyira járatosak itt Budapesten. Szóval, hogy a H5-ös hév az igen, bejön ide a föld alá, ami relatíve a föld alá, mert hogy ez ilyen kéreg kialakítású történet, ugye a Margit híd Budai híd főjénél jön be ide, és ide a Batthyány térre csatlakozik be közvetlenül a M2-es metróra való átszállási lehetőséget, tehát fel se kell menni tulajdonképpen a felszínre, meg is mutatom nektek, mert mondjuk én nem azzal megyek, de meg is mutatom nektek, lényegtelen. Szóval itt közvetlenül, ha ennyit sétáltok, igazából semmit szinte, akkor ott van már mögöttünk konkrétan. És szerencsére kifogtuk itt a tanuló ícsét. Itt megy el mögöttünk. Annyira nem ritka látvány, de azért mégiscsak ritka látvány ezen a budai oldalon, itt a rakparton. Úgyhogy tök jó. Pont feljöttem, azt ott itt is volt. És akkor már, hogyha ez a videó átalakult ilyen mindenféle apróságot megmutatok sztorivá, akkor itt láthatjátok az elektromos modulót a 39-es vonalán. Fogalmam nincs egyébként a 39-es vonaláról. Életemben nem utaztam vele. Csak azért mutattam meg, mert sokan kérdetek ezt is. De hát van már elektromos modulóval, csak kimondom egyszer. Szóval van már vele videóm, a 16-os vonalán csapattuk vele, a tavaly. 17-ben? Nem tudom, de valamikor csapattuk vele. Hogyha nagyon szeretnétek, akkor csapathatunk még egyet mondjuk ezen a vonalon, és akkor ez még nekem is újdonság lesz. Hogyha szeretnétek, akkor írjátok meg kommentbe. Annyira azért nem szoktátok kérni, de van pár ember, aki ilyen visszatérően kéri. Úgyhogy mondom, nem okoz gondot egyébként. Pont most állt ki. Itt jön mögöttünk. Zöld rendszámmal elcsapat mögöttünk itt a... vagy mellettünk itt az elektromos. Na jó van. Hát Batthyány tér annyira nem izgalmas egyébként. Mögöttünk a parlament. Ennyi igazából. Na jó van, srácok, ennyi lett volna ez a kis videó. Igazából kicsit több lett belőle, mint gondoltam, mert én csak a megálló helyet akartam nektek megmutatni. De megmondom őszintén, hogy nem nagyon szeretem az ilyen kis egyperces videókat, mert ezeket utálom nézni. Tehát én mindig magamból indulok ki. Gondolom, hogy ti se annyira szeretitek az ilyen rövid videókat. Úgyhogy akkor így tök jó volt, mert egy pár érdekességet még tudtam mutatni azon kívül is. Hogyha így tetszik az ilyenfajta koncepció, akkor azt írjátok már meg nekem légy szíves kommentbe, mert hogyha igen, akkor azért sokszor van az, hogy így a nap folyamán több ilyen apró dolgot megmutatnék nektek, és akkor azt így egybefoglalom egy ilyen videóvá. Na jó van, srácok! Ha támogatnátok PayPal, Patreon, odalent a leírásba, e-mail cím, Facebookos csoport, minden, amit akartok, leírás, nézzétek meg, és hát majd találkozunk egy következő videóba, úgyhogy sziasztok!